Az Iszákos Mentő Misszió 40 éve arra kapta az elhívását, hogy azoknak az embereknek adjon Istentől való segítséget a Szentírás szavain keresztül, akik felismerték és fel is vállalták azt, hogy az alkohol fogyasztásuk nem tudják már kontrollálni, akik szenvednek ettől a rabságtól, akiknek valamilyen módon problémát okoz így az Életvitelükben is. Nagy dolog az, mikor egy ember fölvállalja, hogy bajban van. És az iszákos mentő misszió a Kék Kereszt Dömösi Gyógyító otthonában most már közel 30 éve úgy végzi a szolgálatát, hogy nem elsősorban az alkoholizmust, mint betegséget kezeli, hanem egyszerre kezeli a betegséget és azt a bűnt is, Amire egyedül Isten szeretete a megoldás. Én most már több mint tíz éve, lassan húsz éve végzem ezt a szolgálatot. Annak idején édesapám Siklós Józseftől, az alapító lelkésztől, akinek tragikus halála után kerestek új vezetőt, édesapám vette át a szolgálatot édesanyámmal együtt. És nagyon örülök annak, hogy kezdetben nekem volt segítség, hogy itt a gyermekeim mellett egy pár évet besegíthettem az irodai munkában, és Isten azzal szólított meg, miközben úgy gondoltam, hogy a legfontosabb az, hogy a, a családunk jól működjön, minden a lehető legnagyobb rendben legyen, gondoskodjunk róla, azt tapasztaltam meg Isten. Megszólítása nyomán, hogy Isten azt szeretné, hogyha a családom is átélné azt, hogy az élet több, mint ahogy mi magunk megélhetjük, és én ezt a többet megtaláltam ebben a közösségben, ebben a szolgálatban, saját magam is, és úgy gondolom, hogy a családom is ezt együtt éli át, hiszen a férjemmel együtt szolgálunk ebben a misszióban. Azt gondolom, hogy Istentől nagy ajándék részese lenni a segítségnek, és nagy ajándék az, hogy az ember maga is részt tud venni benne. A mi szlogenünk az, hogyha szabad így mondani, amit mellettem van a táblán, hogy Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát, nekünk az életünknek, a szolgálatunknak, a missziónknak ez a lényege.